és így vezeti a mindentől, hogy nekünk előadást tartani, ugye már a képen. Akkor jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a csodaszép esős kerti napon, és akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, és néhány szót magamról engedjenek meg, hogy elmondjak. Én most már 10 éve dolgozom ezen az FMCG piacon, és a Nielsen színeiben képviselem most itt ezt a témakört, amit fogunk itt a mai nap során érinteni. És egy kis kitekintés akkor most a független szakértői körökből, hogy akkor a lánc végén álló fogyasztó hogyan is gondolkodik és hogyan is vélekedik itt a mai Magyarországon tapasztalható termékekkel kapcsolatban, és mik azok a trendek, amik meghatározzák itt a mai magyarországi piacot. Amiről ma szó lesz, az lesz, hogy mennyi ez az összeg, amiért vásárolunk, mik azok a kategóriák, amikre elköltik a mai magyar vásárlók a pénzüket, mindezt hol teszik, hogyan gondolkoznak a vásárlásai során, hogyan gondolkoznak és terveznek, mielőtt nekiindulnak a vásárlásnak, és itt, amit az előző előadás végén is láthattunk, hogy vajon ezek után, a képek után mennyire bíznak abban, amiket a címkéken látnak, mennyire tudják ezeket értelmezni. Ezek lesznek azok a témakörök, amiket itt néhány gondolat erejéig érinteni fogok a mai előadás során, és hogyha közben is bármilyen kérdés merülne fel, akkor nyugodtan szakítsanak félbe és beszélgessünk. És akkor induljunk onnan, hogy mennyit vásárolunk mi magyarok, ugye az elmúlt időszakban, hogyha megnézzük egy kicsit a trendeket. De mielőtt belecsapunk ebbe, hogy mennyit vásárolunk, hogy mi az, ami meghatározza ezeket a döntéseinket, az pedig az, hogy mennyire bízunk magában a piacban, mennyire bízunk abban, hogy ezeket a vásárlásokat a jövő hónapban is, vagy a jövőben is meg tudjuk tenni. Ennek a mérésére mi a Nielsenben egy úgynevezett fogyasztói bizalmi indexet használunk, ami három tényezőből tevődik össze. Egyrészt abból, hogy mennyire ítéli stabilnak a jelenlegi anyagi helyzetét, mennyire gondolja kedvezőnek a munkahelyi kilátásait, és hogy tervez-e valamilyen nagyobb jövőbeni beruházást a háztartásában. Ezt az értéket egy 0-tól 200-ig terjedő skálán mérjük, ahol a 100 fölötti értékeket nevezzük nagyon pozitívnak, vagy nagyon optimista országoknak, és hogyha itt megnézzük, akkor Magyarország itt szerepel ezzel az 56-os értékkel, vagy a legkisebb számok szerint 54-et, igazából ezen a 40-60 közötti értéken mozog ez az index, hogyha a magyarországi számokat nézzük. Ez azért jóval a száz alatt van, nyilván ez visszavezethető kulturális adottságokra is, de összességében, hogyha a trendjét nézzük, ez az elmúlt néhány hónapban, néhány negyed évben egy növekvő trendet mutat, ami azt jelenti, hogy mondjuk a válság után, vagy a válság előtti szintre jutott már el ismét ez a bizalmi index, tehát az általános hangulat, az körülbelül a válság előtti hangulattal egyezik meg, amikor ezeket a kérdéseket tettük fel a fogyasztóknak. És hogy ez számokban hogyan tükröződik vissza, azután a fogyasztásban, vagy a vásárlásban, akkor erre a kérdésre ad választ a következő ábra, ahol mindig a narancssárga azt mutatja, hogy mennyiségben hogyan változott a piac, a kék pedig az értékbeni változásokat mutatja. Amit itt látunk, az egy nagyon gyors európai kitekintés, hogy hogyan áll teljes Európa, hogyha az utolsó Q3-as időszakot vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy az előző időszakban volt egy nagyobb mennyiségbeni növekedés, de ez a fajta növekedés már erre az időszakra tekintve lelassult, és egyébként ugyanezeket a trendeket láthatjuk, hogyha a magyar piacot megnézzük, és egy kicsit előre szaladunk, akkor ugyanezt láthatjuk, hogy az előző negyed évben egy nagyobb mennyiségi fellendülés volt a vásárlások tekintetében, míg hogyha az utolsó időszakot nézzük, akkor mennyiségben egy 2,5%-ot nőtt az előző időszakhoz képest ez a magyar FMCG piac. Hogy mire vonatkoznak ezek a számok, ugye ez mindig nagyon fontos, ez arra a közel 150 Nielsen által felmért kategóriára vonatkozik, amit egy-egy kiskereskedelmi üzletben meg lehet vásárolni. De az a tény, hogy amit élelmiszerre vegyi árukra költünk, az most jelen pillanatban egy 2,5%-os mennyiségi növekedést mutat. Ja, még egy gondolat erejéig kitekintünk, ugye amit az elején is említettem, ez a bizalmi index, itt ezt a folyamatosan növekvő trendet láthatjuk az elmúlt időszakban.
és hogyha azt látjuk már, hogy mennyivel változnak a élelmiszerek, illetve a vegyi állatra költött összegek, és hogy mit is vásárolunk, hogy mire költjük, hogy ez a 2,5%-os növekedés az elmúlt időszakban miből szerződött össze. Akkor azt tudjuk elmondani, hogy ez a fajta növekedés, ez nagyobb rész élelmiszer termékekből jön, és kisebb részben jön vegyi áru termékekből, tehát az a fajta növekedés, ami az előző negyed évben, illetve a mostani negyed évben is látható, az elsősorban élelmiszer kategóriákból tevődik össze. És ha megvizsgáljuk a legnagyobb élelmiszer kategóriákat, akkor elsősorban azt láthatjuk, hogy a szénsavas üdítő, az ásványvíz, a gyümölcslé, és ezek azok a sör, a sajt, ezek azok a kategóriák, a legnagyobb élelmiszer kategóriák, amik hozzájárultak ahhoz a fajta piaci növekedéshez, amit itt láthatunk. És ha pedig megnézzük a vegyi áru kategóriákat, akkor azt is láthatjuk, hogy mennyiségben a kategóriák jelentős része azért tudott növekedni az elmúlt időszakban. Hogy minek köszönhetnek egy-egy kategóriák növekedést, hogy elsősorban annak köszönhetnek, hogyha tudunk valamilyen olyan értéket, vagy olyan innovációt nyújtani a fogyasztók számára, ami nekik érdekes, amiért hajlandóak akár többet fizetni, ha tudunk nekik olyan ajánlatot nyújtani, ami árérték arányban egy jó ajánlatnak számít számukra, és ezzel párhuzamosan tudnak növekedni a saját márkás termékek is bizonyos kategóriánkban. De azért, amit általában el lehet mondani, mondjuk élelmiszer kategóriák esetében is, hogy egy-egy innováció az minden esetben meg tudja lökni a kategória forgalmát, és ezzel párhuzamosan pedig ugye különböző promóciók keretében nagyon sokat tudnak növekedni a kategória teljesen.